Sziasztok, ismét egy lámpatesztvideóval jöttem. Ezúttal most egy kétladas felotek lesz kipróbálva, ami elméletileg ugyanúgy 1200 lumen, mint az előző tesztben látható, csak hogy annyi a különbség, hogy sokkal keskenyebb, illetve csak két ladat tartalmaz, nem hármat. Ugye itt láthatjátok, ez most a rollernek a saját lámpája, nagyon túlzottan sokat nem ér, lényegében semmit. És ezen az új lámpán, ezen is található távolság, illetve tompitott. Ilyen a tompitott, ez a legnagyobb fokozata. Tehát nyilván lefelé van állítva, tehát úgy közlekedek vele, nehogy végig véletlenül is kivilágítsam valaki szemét. Most egy kicsit feljebb állítottam, hogy lássátok milyen a különbség. Ha még egyszer megnyomjátok, akkor ez a medium, így is nagyon jó fénye van. És ez pedig a sima natur, hát még így is ég és föld a roller lámpájához képest. Természetesen villogó funkciót az is tartalmaz, illetve az SOS jelzést is. Na, lássuk a távolságit. Ugye ez most egy koncentrált fényt ad, ez a legerősebb. Ha még egyszer megnyomjuk, akkor ugye a medium, és ez pedig a light. Szintén villogó funkcióval és az SOS-sel. Na most, ha kétszer megnyomjátok, akkor most rákapcsolja az 1200 lument. Ugye így egyszerre világít a tompitott is, meg a távolság is. Brutál jó fénye van, igazából ez minden igényt kielégít. Nagyon nagy akkumulátor van benne, szintén powerbankként is funkcionál, illetve ezen is látható egy kijelző, ami láthatjátok, hogy éppen az akkumulátor hány százalék töltöttségi módon van. Néhány technikai információ, ugye két LED van beépítve magába a lámpába, egy 6000 kelvines hidegfehérlet, a 4500 kelvines melegfehér, nyilván a hidegfehér a távolsági, a melegfehér pedig a tompított fényforrásunk. A legerősebb módban mind a kettő esetében 3,5 órát tud világítani, a közepesben 7 órát, illetve a gyengébb fényerővel pedig 14 órára képes a lámpa, a kettővel összesen pedig 2,5 órára, ami egyébként 4,2 voltos és 5000 milliampere órás. A lámpa hátulján találunk egy USB-C, illetve sima USB foglalatot, a C-n keresztül tudjuk tölteni, a másik pedig powerbankként szolgál. A vízállósága IP64, úgyhogy nyugodtan bátran az esőbe is lehet vinni. Egyébként a másikkal rengetegszer megáztam, és soha nem volt vele semmi probléma. Ha akartok egy igazán jó lámpát, akkor azt bátran ajánlom, hiszen kis helyen elfér, igazából egy tök keskeny kivitel. Nagyon nagy fényerővel rendelkezik, sokáig bírja, ideális választás mind roller, illetve kerékpárok számára. Arra pedig mindenképpen figyeljetek, hogy úgy állítsátok, vagy a szembejövőt, illetve a gyalogosokat semmiképpen ne vakítsátok el. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!